Míg a hideg időjárás előtt szeretnék a szatmári térségben a viharkárt szenvedett családok, ha sikerülne helyreállítani a megrongálódott lakóházaikat. Mint ismert, a júniusi vihar 13 szatmári településen okozott óriási károkat lakóházakban és közintézményekben is. Ha minden igaz, akkor a vonalban van Rozsály polgármestere, Sztojka Zoltán. Jó estét kívánok, háló! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! Üdvözlöm, polgármester úr! Igaz-e az, hogy Rozsály azon települések közé tartozik itt a szatmári térségben, ahol nagy részt a lakó ingatlanokban a keletkezett károkat helyre tudták állítani, hiszen azért települések között vannak eltérések és különbségek? Igen, valóban vannak eltérések, igyekeznek az emberek. Sajnos nem minden esetben tudtuk helyreállítani a károkat, még körülbelül olyan 15-20 ház van, aminek a tetejét meg kell, hogy igazítsuk. Ezen kívül most ma kezdték el az óvodát csinálni, az óvoda tetejét. A polgármesteri hivatalomban még fólia és a református templom egy kicsi része van még, amelyet ki kell, hogy javítsanak. Azért olyan információk is eljutottak a sajtóhoz, hogy vannak még olyan települések, ahol krízis fenyegeti a családokat, tehát lakhatási krízisről beszélek elsősorban, és összefüggésbe hozható ugye a hideg időjárással. Vannak-e még ott a térségben olyan települések, polgármester úr, ahol tudva lévő, hogy kellene még a segítség? Mindegyik település így van. A legnagyobb probléma az, hogy most, hogy az emberek a ház tetejét helyreállították, azt a kis pénzt, amit nyáron bevétel tudtak szerezni, azt nem tudják tűzifára fordítani. Tehát, hogyha valaki szeretne segíteni ezeken a településeken, akkor most a tűzifa jelenti a legnagyobb segítséget. Összességében milyen mértékű károk keletkeztek? Ugye itt egészen nyár végéig tartottak a kárfelmérések, azt tudjuk, hogy több ezer kárbejelentés történt, és hát voltak is számok, voltak is adatok. Melyek a végleges vagy összesített adatok? A hét település, amely nagyon súlyosan lett érintve, abból a település számban, amit mondott az elején. Itt a felmérések alapján egy olyan 1,5 milliárd forintnyi kár keletkezett a lakóépületekben. Ez javarészt önerőből karitatív tevékenységet folytató szervezetek és nagyon sok magánszemély segítségével, amit innen is köszönünk, sikerült javarészt állítani. Természetesen vannak még olyan házak, amelyeknek a tetőhéjatatát cserélni kell. Bízom benne, hogy ez is meg lesz a térbe általában. Volt egy olyan információ is, miszerint néhány lakóház esetében, ahol volt biztosítás, nem fizettek rendesen a biztosítók. Milyen információ jutott el önökhöz? Mennyivel voltak úgymond rövidebbek a biztosítók? Tehát mennyit kellett saját erőből még a családoknak vagy adományokból hozzátenni a helyreállításhoz? Jelentette ez valódi vagy valós problémát? Igen, jelentett egy gyors merítés tekintetében. A biztosító társaságok 18-72% között fedezték a károkat. Sajnos még mai napig van olyan magánszemély, aki küzd a biztosító társasággal. Természetesen ott, ahol megkapták az összeget, ott nagyon nagy örömmel fogadták, de nem minden esetben volt korrekt a biztosító társaság. Állami támogatás a Viszmajor keretből mennyi jutott a térségbe, polgármester úr? Mire fordították? Igen, a Viszmajor keret az kifejezetten önkormányzati és állami feladatokra lehetett fordítani azokra az épületekre. Én az én településemről, Rozsályról tudok beszélni, mi közel 40 millió forintot kaptunk, és a többiek is természetesen azokat a károkat próbálják helyreállítani belőle, amelyek keletkeztek a településen, akár az iskolában, az óvodában, a polgármesteri hivatalban, vagy valamilyen olyan épületben, amely mindenképp önkormányzati vagy hivatali funkciót tölt be. Polgármester úr, köszönjük szépen az információkat! Viszont hallásra! Köszönöm, viszont hallásra!